Sziasztok! Üdvözlök újra mindenkit a csatornámon, üdvözlök mindenkit ebben az új videóban. Köszöntöm az új feliratkozókat is. Ha még nem tetted meg, hogy feliratkozzál, akkor ezt most megteheted? Köszi szépen! A mai videónknak az apropója, amint a címből is kiderül, hogy a békás időfutamon részt vettünk a 2023-as évben is. Ez már szinte hagyománynak tekinthető ilyen tekintetben. Szerintem ez a verseny, amin a legtöbbször részt vettem. Ja. Na mindegy. A lényeg, ma van a mínusz első nap, vagy a nulladik nap. Ez inkább legyen a nulladik nap. Holnap van a verseny, ma szombat van, és itt a délután össze kéne rakni a bringánkat. Felkerül a könyöklő, a dekatlonos könyöklő, nem viszük túlzásba a dolgokat, így beállunk. Meg hát egy-két dolgot majd le kell róla szerelni, mint például mondjuk a kilométer óra, a sebességmérő, Garminunknak a helyzetét is meg kell változtatnunk, lekerül róla a lámpa, mert az minek, nem kell erre a 19 kilométerre, illetve a hátulról az ülés alól is le fog kerülni a kis szerszámos ládikánk, amit szoktunk cipelni magunkkal, de nagyon komoly átalakítást nem tervezek a bringán, illetve meg fogom nézni a kerekeket is, hogy vannak összerakva. Vagy látom, ott porosodnak a sarokban, remélem még egybe vannak, de majd meglátjuk. Berakjuk a teli kereket. Nagy szeret mondanak holnapra, de reméljük nem lesz olyan nagy szél, mint tavaly volt a stopcukrász időfutamon, ahol ki akarta fújni alólam a bringát, de ha már menni nem tudunk, akkor szépek legyünk, alapon be kell raknunk a teli kereket. Remélem minden rendben lesz vele, mivel hogy a pálya az nem éppen alkalmas az ilyenféle hardvereknek a használatára. Na mindegy. Hát ez a terv mostanra. Most ebből gyorsan csináltam egy ilyen videót. És akkor holnap majd még jelentkezek a további fejleményekkel. Na és akkor már itt is van a versenynek a napja. Jelenleg mondom nektek, hogy pontosan 10 óra 25 perc van. Annyira nem vagyok kétségbe esve, mert 12:42-kor rajtolok. Azt jelenti, hogy még baromi sok időnk van, hát nagyjából fél óra, 3-4 óra alatt nyugiba odagurulunk Leányfaluba, vagy Tahitót faluba, és akkor bemelegítek, összepakolok, videózok, fotózok, és akkor lenyomjuk ezt a versenyt. Most néztem délelőtt, hogy találtam szegmenst, 16,5 km körüli szegmest, az arra múltkor 2 éve mentem a legjobb időt, 25 óra 40 valamennyit mentem, 25 órát? Nem, 25 perc, 40 valahány másodpercet, ez a legjobb idő, hát majd meglátjuk, hogy sikerült. Tavaly erre a szegmensre 270 átlagot jött ki, hát szerintem az idén nem leszek. Na mindegy, majd meglátjuk, igyekszek majd kihozni magamból a legtöbbet. És ja, nem is szaporítanám nagyon tovább a szót. Amint látjátok, azért rendesen fúj a szél, de nem olyan vészes, mint tavaly a stopcukrászon, szóval biztos, hogy be lesz rakva a telikerék, meg már csak azért is, mert csak azon van sor. Szóval ja, így állunk. Már be van pakolva minden a kocsiba, már csak menni kell. Na mindegy, majd még onnan jelentkezek. Itt vagyunk a pusztában, megjöttünk, nem tudom milyen lesz a hang, mert azért nagyon fúj a szél. Itt kint Pesten azért nem volt ilyen vészes. Onnan fúj hátulról, északi a szelünk, szóval azt jelenti, hogy visszafele lesz hátszelünk. Most megyek, fölmarkolom a rajtszámomat, meg ilyenek. Aztán jövök, összerakom a bringát, föltűzzük a rajtszámot, meg ilyenek, ilyen alapvető dolgok, aztán lassan is kezdek melegíteni, mert izé van, mert hát lassan indulnom kell. Na, menjünk, vegyük át a rajtszámot. Na, megszereztük a rajtszámot, mindjárt visszaérek a kocsihoz, előkapom a bringát. Hát, hogyha hallottam, elcsíptem egy-két mondatot, azért kint a pályán elég durva a szél. De meglátjuk. Összerakom a biciklit, meg magamat,
Aztán lassan be is kell melegítenünk, mert már 11:30 van. Az történt, hogy ott hagytuk a görgőt. Nagy kapkodásba, azt hittem, hogy kb. Egy éven keresztül folyamatban volt a kocsiba a régi görgő, és azt hittem, hogy most is bent van, de nem, nincsen bent. Fölvittük, mikor múltkor elmentünk a Tátrába, akkor fölvittük, meg gondoltam, hogy az most nem kell. Ja, illetve, ami még otthon maradt, az szigetelő szallag. Így a GoPro-t sem fogom föl tudni rakni a bringára. Na mindegy. Ez egy ilyen race lesz. De ha mindenki melegít, hát én is így fogok melegíteni a közúton. Na mindegy. Készülődjünk. Oh yeah. Ami még nagyon fontos a mai versenyre, hogy beraktuk a, fölraktam a, ezt a fantasztikus izét, stuszlit, ez ilyen lengés csillapító stuszli, ez a pálya ezt kívánja meg. Fő, hogy legyünk tele energiával. Na, itt vagyok, feltűzzük a rajtszámot. Az a lényeg, hogy az időfutamnál jobb oldalra kell tűzni általában, mert onnan fogják leolvasni. Szoktak adni általában 4 darab biztos tűt, de ez nekünk nem lesz elég. Így a pár év alatt összegyűjtött biztos tű mennyiséget is föl fogjuk rá hegeszteni, hogy egyáltalán ne kapjon bele a szél, hogy nagyon aerók legyünk. Na, üdvünk fel ezt a rajtszámot. Egy remek mű. Bringa kész. Én is kész vagyok, teljes mértékben. A szél egyre nagyobb. Na mindegy, menjük belegíteni, mert nem fogunk bemelegedni. Nincs görgő, bringázni kell. Fölkapom a sisakot, aztán már megyek is. Na már melegítünk, nyom. Hát, felemás érzéseim vannak a széllel kapcsolatban, de egyelőre nem tűnik olyan vészesnek. Az oldalszeles részeken párszor bekönyököltem. Teljesen jól tartható egyenlőre. Összességében egy bogár. Nem lesz gond. Na, végeztem. Fú, nagyon durva volt. Kerestem most egy ilyen kihaltabb, nyugisabb, talán szélvédettebb helyet magamnak. Kifele nagyon durva volt. Az eleje még nem is volt olyan vészes, mert ott inkább ilyen oldalszelünk volt, mint pofa. De ahogy befordultunk a falu felé, onnantól nagyon szenvedős volt. Addig a pontig tök jól jöttek a wattok is, nagyon jól forgatt a lábam. De utána, mintha nem tudom, fejbe csaptak volna, és csak így kínkeservesen, szenvedősen értem el a fordítóig. Inkább a wattokra figyeltem, mint a tempóra. Próbáltam ezt a 260-270-es wattot tartani, hát több-kevesebb sikerrel, hogy túlélésre játszottunk. Viszont, mikor megvolt a fordító, befordultunk hátszélnek, után minden jó lett. Kellett egy pár 500 méter talán, ahol még fölvette újra a ritmust a lábam, de utána nagyon jó volt, és ahogy egy kicsit így befordultam ilyen oldal hátszélnek, utána meg a telikerékbe belekapott a szél, ott mentem ilyen 45 fölött átlagot tudtam jönni, de ott az oldalszeres részen is azért a 40 fölött itt tudtam tartani.
Így, ha minden igaz, akkor megvan a PR, az egyéni csúcs. Mondom nektek az időt, 26.30 lett az időm, ebben benne van az az 5-6 másodperc a korábbi óraindítás is, szóval akkor olyan 26-25 körüli lett az idő, 39-49-es átlagot ír a Garminom, illetve 252 wattot tudtam végül összekaparni. 260-nal lettem volna úgy igazán megelégedve, az igazat megvalva, de éveleje van, ez is tök jó volt ahhoz képest, hogy nem éppen a legjobban indult az évünk, a január, de ez még lesz szerintem jobb is. És akkor ennyi lett volna ez a 2023-as BK-s időfutam, remélem tetszett nektek a videó. Ha nem akartok lemaradni a következőkről, akkor mindenképp iratkozzatok föl, nyomjatok egy lájkot, és a legközelebb videóban találkozunk. Addig is, elosztok!